San Pedro de Atacama-ban vagyunk. Ez a település már az inkák idején létezett, de tulajdonképpen a 16. században a Pedro de Valdivia, aki az itteni hódítóknak a főnöke volt, már ő létesített itt egy állomást. Ez az egyik legrégibb templom itt Chilében. Ez vályokból épült, és körülbelül 1600 valamennyiben benne volt a könyvben, de már elfelejtettem. És ezek a tornyok, ezek jellegzetesek erre az időszakra. Azért a táblát kellett volna igazán elolvasni, rá van írva, hogy 1557-ben épült. A templom fateteje az kaktusz megfásodott részéből van megépítve. Kaktusz törzsből.